A nő és a férfi kölcsönösen függ érzelmileg és szükségletileg is egymástól. A nő dolga, amit a férfi nem tud, ezért függ a férfi. Gondoskodik és kiszolgál, a háztartást vezeti, gyereket nevel, szolgálja urát, lemond a saját szükségleteiről, ugye ebből fejlődött ki a mártír szolgálat, ami tökéletesen alátámasztja a keresztényi gondolatvilágot. Tehát nagyon szépen összeépült a vallás, az ideológia és ez a lelki üzem volt. A férfi dolga, amit a nő nem tud, irányít és eltart. Ő az úr, mindig határozott és stabil, mindig józan és racionális, mindent tud természetesen, az ő dolga megmondani, mi hogyan legyen a családban, és az ő dolga eltartani a családot, tehát a pénzt megtermelni, általában mindig igaza van, és lehetőleg nem nagyon mutat érzelmeket. Gondoljatok nagypapára, nagymamára, ugye falusi rokonokra, ott szokott lenni klasszikusan beállva, becsontosodva ez a fajta párkapcsolati üzemmód. Modern változás. Mindkét fél keres, mindkét fél pénzt keres, nagyvárosi verzió, a férfi az úr többet keres általában, a nő pedig örömmel alára ki magát. Tehát egyes kapcsolatokban, vagy függő-függő kapcsolatokban úgy jó lelkileg, hogyha a férfi többet keres, és a nő kevesebbet, akkor a nő átélhető, hogy mégiscsak a férfi az erősebb, és a hatalmasabb, és a meghatározóbb, ő nő tud lenni. Ugye az erős férfi mellett gyöngédebb nő tud lenni, és a férfi is megérheti, hogy azért nála van a megmondás joga, az irányítás joga. Energetikai kommunikáció. Nehogy azt higgyétek, hogy aki mennyit keres, az kevésbé számít bele a kapcsolatba, mint az, amiről beszélgetnek amúgy a felek. Az egy-egy szint másik aspektus az ösztönösség, impulzivitás. A szenvedélyes szerető, a deidai egyes színnek a világa. Ugye hármas szint, piros szex, a veszekedések, a macsó fej és a hisztis arm. Ugye? Ezek nem pusztán az én privát szóhasználataim, hanem olyan szavakat válaszoltam, amivel azt a karaktert lehet megölni. Hát a macsók és a hisztis csajok, ugye, ahol ez a mérhetetlen egocentrikusság, önérvényesítés, az ebből fakadó harcok, szenvedélyes viták, imádlak és gyűlöllek, ahogy itt látjátok alul, ugye szélsőséges érzelmek, ezek a pirososan fűtött teidai függő kapcsolatok. Úgyhogy a deidai egyesben benne van ez a régi módi klasszikus dolog is, így idősebb korban, de fiatalabb korban benne van mindez a világ. Ugye mindez az ösztönösség és impulzivitás. Ha ezen túlmegyünk, második világ, itt a kék az a fő cím, az egyenlő 50-50 kapcsolatok. 50-50, én is 50%-osan veszek részt, és te is. Egyenlő szeretet, equal love. Ez az alapelve a 50-50 kapcsolatoknak, ez a független felnőtt emberek találkozása, amelyben mindkét fél önmagába független és önellátó, és erre alapozva létesít partner kapcsolatot egy hasonló független önellátóval. A független személyiség lélektani háttere, a másik lélekrészünk megélése, ez kicsit korai szlájd, minden esetre a 50-50-nek a felsőbb zónájában lesz ez, hogy a másik lélekrészünket megéljük. Így a korábbi szakasza az a saját nememben független. Ha bemél a 50-50 vagy a mélyebb szakaszában a nőnek, itt jön majd a férfi lélekrész kidolgozása és a férfinak a női lélekrész kidolgozása. Ugye meglátjuk, hogy a 50-50-ben. Itt van egy csodálatos ábra a két férdekéről, nézzétek meg, életem legjobb ábrája, amit találtam. A bal férdeke szürke, kockás, számítógépezik, kopasz, full kognitív színek, érzelmek és élmények nélkül. A jobb férdeke színes, élmények, fest,
ugye csillagokat néz, sárkányt ereget, zenél, gitározik, kirándul, filmez, művészkedik, minden természet, virágok, elheveredés, jobb féltekés élmények, bal féltekés világ, és itt a korpuszkálózó a híd a két félteke között. Nézzétek meg! Színes ruhában futó jobb féltekés hívja ki a szürke ruhásokat a kompjúterről, mint szaladni a mezőre. Nagyon szép. Ja, amikor fordul át a két féltekkel. Mikor kijössz a monitor mögül, és elmész sétálni a csodálatos tavasz időben. Nézzük, milyen a 50-50 nő, ugye, a férfias nő. Kettes szinten a nők, már Vilbeli vagy Deidai kettes karriert csinálok, és nagyszerűen menedzselem magam, köszönöm szépen. Megtanulok, mint nő, érzelmileg egymagamban is ellenni. Anyagilag és érzelmileg független vagyok. Önállóan pénzt keresek, eltartom magam, vagy magam is a gyerekem. Jó kapcsolatban tudok lenni egy férfival, de egyedül is meg vagyok. Köszönöm szépen, nem kell férfi ahhoz, hogy érvényesnek érezzem magam, mint nő. Ugye? Egyes szinten a nők úgy tudják érezni, hogy ha nincs férfi, akkor ő nem tud lenni. A férfi dolga a jobb féltekerbe integrálása, ugye ki a számítógép mögül, kifejlesztették a női oldalukat, ők jöttek a 60-asokban a nők után, ugye? A férfi megtanul elengedni céljait, akaratát elengedni, ellazulni, bízni, megtanul jelenben lenni, élvezni a jelen pillanatot, kifejlődik benne az empátia, kiérzékelődik az emberi kapcsolatokra. Transzcendencia a kapcsolatban. Ekkor a felek képesek teljesen átadni magukat a másik embernek és a transzcendenciának, amelyet magukban és a másik szemében felismernek. Képesek elengedni a határokat, kinyitni a szívüket, belülről átadni magukat annak, ami nagyobb náluk, és a legteljesebb adottságaikat szívből átadni másiknak és a világnak. Fogalmazd ide. Tehát a legteljesebb, a küldetésedet, a kincsedet szívből átadni az embereknek, adni, adni és a társnak. Vagyis a hármas szinten összeér a transzcendencia miatti önátadás és a párkapcsolat miatti önátadás. Hiszen ha önátadást végzel, akkor gyökerestül megnyílik a szíved. És ha gyökerestül megnyílik a szíved mondjuk egy transzcendens szimbólum felé, gurú, Isten, gyakorlat, ösvény, akkor egy ember fel is meg tud nyitni. Ha egy ember fel egy gyökerestül megnyitod, akkor megnyitottad a transzcendens felé is. Itt a kettő összeér.